Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a mai sajtótájékoztatón, amelyet az MSZP és a párbeszéd közösen tart, hiszen nem sokára, egy fél óra múlva szavaz a parlament arról a határozati javaslatról, amit a köznyelv ellen szárkentíni határozati javaslatnak hív, amelyet a Fidesz válaszként szán a szárgentíni jelentésre, amelyet az Európai Parlament az elmúlt hetekben kétharmados többséggel elfogadott Strasbourgban. Ebben az úgynevezett ellen határozati javaslatban minden benne van, amely a Fidesz propagandának a része, de semmi nincs benne a valóságról. Ebben a jelentésben szerepel, hogy az Európai Parlament kétharmada beleértve azokat a képviselőket is, akik ugyanabban a párcsaládban ülnek, mint a Fidesz, bevándorláspártiak, és tulajdonképpen nem szól másról ez a jelentés, amelyre most reagál a parlament, mint hogy a bevándorláspárti képviselők bevándorló kontinenség kívánják tenni az Európai Uniót. Minden benne van a propagandából, de nincs benne semmi a valóságról. Hiszen többször hangoztattuk, hogy a Szargentini jelentés rólunk magyar emberekről szól, a mi mindennapjainkról, a magyar emberek jogfosztásáról. Azok a megállapítások, amelyek ebben szerepelnek, azt a magyar emberek nap mint nap megélik. Az Európai Parlament kétharmada kiállt az európai értékek mellett, amelyet annak idején még, a Fidesz is képviselt, hogy az Európai Uniónak joga, sőt kötelessége megvédeni az európai értékeket. Tisztult a kép, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mert kiderült, hogy kik azok, akik az európai értékeket védik, és kik azok, akik az európai együttműködést bomlasztják. Kik azok, akik a demokratikus berendezkedést legfontosabb értéknek tartják, és kik azok, akik szélsőséges, populista módon azon dolgoznak, hogy szétfes szétfeszítsék az Európai Unió együttműködését. Kiderült az, hogy az európai politikai térben összeállt az a szélsőséges, már már szélső jobboldali populista pártközösség, amely, amelyet Orbán Viktor szervez, tehát maga az európai parlamenti választás sem szól majd másról, mint hogy azok az erők, amelyek az Európai Unió együttműködését gátolni akarják, az Európai Uniót bomlasztani akarják, azok elérik-e a céljukat, csupán csak azért, hogy a saját nacionalista politikájukat a saját hazájukban megerősítsék, és azt a berendezkedést, amelyet a Fidesz Magyarországon itt képített, azt meg tudja tartani. És ezt a politikát még annak a kockázatával is megtesz, megcsinálják, hogy közben olyan országok érdekeit képviselik, akik érdekeltek egy gyenge Európai Unióban. És akkor fölmerül a kérdés, hogy mi a valódi hazaárulás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az MSZP és a párbeszéd megtette azt a lépést, amely megakadályozhatta volna az úgynevezett hetes cikke életbe lépését, hiszen benyújtottunk 19 olyan javaslatot a parlament elé, amelyen helyre lehetne állítani a demokratikus berendezkedést, amelyen meg lehetne szüntetni a magyar emberek jogfosztottságát. A fideszes képviselők ezeket a javaslatokat egytől egyik leszavazták. A Fidesz a tagadás és a kiváltságok pártja, hiszen öt fontos dologra mondtak nemet. Nemet mondtak a magyarok jogegyenlőségére, nemet mondtak a szabad sajtóra, nemet mondtak a korrupció felszámolására, nemet mondtak a tudomány szabadságára, nemet mondtak a munkavállalók jogaira, nemet mondtak a családok az időskor biztonságára. És mindezt azért tették, hogy a saját kiváltságaikat fent tudják tartani. Azért tették, hogy a Fidesz saját kegyeltjeinek érdekeit tudja védeni a bíróságokon, azzal, hogy elveszi a bírók szabad ítélkezési jogát. A Fidesz ragaszkodik az ügyészség politikai befolyásoltságához, nem hajlandó feltárni azokat az ügyeket, amelyek az uniós pénzekkel való visszaéléseket jelentik, nem hajlandó csatlakozni az Európai Ügyészséghez. A Fidesz át akarja írni a múltat és el akarja hazudni a jövőt, ezért intéz támadást a még szabad tudományos műhelyek ellen. A Fidesz a multikat támogatja, és nem a multikban dolgozó munkavállalókat. Mind a, mind a közben, hogy Orbán körei gazdagodnak, egyre inkább látjuk ennek jeleit, addig a Fidesz nem hajlandó a családok és az idősek támogatására, az ő életkörülményeik javítására. Ez az a kétszer öt pont, ami jellemzi a Fideszt, a tagadás és a kiváltságok pártját. Az MSZP és a párbeszéd ebben nem nyugszik bele. Folytatni fogjuk az Európai Ügyészséghez való csatlakozással kapcsolatos aláírásgyűjtést, és az európai parlamenti választásra Európa Párti Szövetséget akarunk építeni. Ebben elsősorban a párbeszédre számítunk, de szeretnénk, hogyha ez a szövetség nyitott lenne nem csak más pártok irányába, hanem olyan közéleti szereplők, politikusok felé, akik érdekeltek egy egységes, együttműködő Európai Unióban, akik érdekeltek abban, hogy feltárják azokat a visszaéléseket, és megbüntessék, felelősségre vonják azokat, akik az uniós pénzeket megcsapolják. Éppen ezért ezt a szövetséget építve üdvözöljük, hogy október 23-án hadházi ákos kezdeményezésére azok a politikai pártok és azok a közéleti személyek felszólalnak és demonstrálnak az Európai Ügyészség mellett, a korrupció ellen, akik ezekben a célokban egyetértenek, és az Európai Parlamenti választásokra velük építjük a szövetséget. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok, én is szeretettel üdvözlöm Önöket. Én egy roppant egyszerű kérdést szeretnék felvetni mindannyiunk számára, egy egyszerű teszt kérdést, annak érdekében, hogy eldöntsük, hogy abban a vitában, ami ma kialakult a magyar kormány és az Európai Parlament túlnyomó többsége között, abban a vitában, amiben a Fidesz és az ellenzék van a szargentini jelentés és Magyarország Európai Uniós tagsága kapcsán, amely ítéletet tud mondani azt a kérdést javaslom mindenkinek megfontolni, hogy az a Magyarország, amivé tette Magyarországot Orbán Viktor az elmúlt nyolc évben, az az állam, amelyet ma Orbán Viktor kormányoz, ezt az országot és ezt a kormányt felvennéke ma az Európai Unióba? Azt gondolom, hogy ha ezt a kérdést föltesszük, akkor világos választ adunk, kapunk arra, hogy jogosak azok a kritikák, amelyeket az európai partnereink és mi magunk is az elmúlt nyolc évben megfogalmaztunk. Azt gondolom, hogy mindenki, aki ismeri az Európai Unió működését, ismeri azokat a jogszabályokat, azokat az alapnormákat, amik alapján az európai család bővülni tud és beenged újabb és újabb partnereket, teljesen világos, hogy ma Magyarországot, Orbán Viktor Magyarországát nem vennék fel az Európai Unióba. Márpedig, ha ez így van, márpedig azt gondolom, hogy ez elvitathatlanul így van, akkor nincs mit vitatkozni azon hogy amikor a szargentini jelentés kapcsán arról beszélgetünk, hogy Magyarország mivé lett az elmúlt nyolc évben, akkor teljesen világos, hogy mi a fideszes propaganda és mi a valóság. Valóság az, hogy ma Magyarország olyan állapotban van, a magyar jogállamiság, a magyar sajtó, a magyar munkavállalói és szociális jogok, amelyek alapján Magyarország nem is pályázhatna az Európai Uniós tagságra. Hál' Istennek azonban a magyar polgárok már eldöntötték, hogy Európához akarnak tartozni. Ezért arra hívjuk őket, hogy újra tegyék világosan, hogy Magyarországnak az Európai Unióban van a helye. Ezért különösen fontosnak tartjuk a jövő évi európai parlamenti választásokat. Az a célunk, hogy kisebbségbe szorítsuk a Fidesz képviselőit az Európai Parlamentben. Az a célunk, hogy több Európa párti képviselő legyen Magyarországnak mint akik a Fidesz színeiben tönkreteszik Magyarországot és tönkreteszik az Európai Uniót. Ennek megfelelően valóban, ahogy elnök úr mondta, egy Széles Szövetség kialakítására törekszünk. Ez a Széles Szövetség azt gondolom, hogy meg fog már mutatkozni október 23-án, amikor baloldali pártok más pártokkal és jobb-közép közösen állnak ki egy nagyon fontos intézmény mellett. Ami ma leginkább azt gondolom, hogy fókuszában állhat az európaiság és Magyarország Európai Uniós tagságának a vitájában, ez pedig az Európai Ügyészség. Éppen ma jelent meg egy sajtócikk arról, hogy a, az Európai Unió ahhoz köti a magyar EU-s pénzek kifizetését, hogy a magyar kormány tegyen feljelentést az Eliosz ügyben. Abban az ügyben, ami, hát hogy is mondjam, a jéghegy csúcsa, és világosan mutatja azt, hogy hogyan képzeli a Fidesz Magyarországon az Európai Uniós tagságot úgy képzeli azt, hogy mindent megkérdőjelez, ami az Európai Unióhoz tartozik, leszámítva az Európai Unió pénzét. És mivel a miniszterelnök családtagjai közvetlenül érintettek ebben az ügyben, azon, hogy különösen nagy súlya van annak, hogy Orbán Viktor veszélyezteti az Európai Uniós pénzek kifizetését, vagy pedig megteszi azt, amit mindenkinek meg kéne lépni, aki egy picit is komolyan veszi a hivatalát, és feljelentést tesz a kormány nevében az Eliosz ügyben. Hívunk tehát mindenkit október 23-án, hogy közösen álljunk ki az európai értékek és az Európai Uniós ügyészséget való csatlakozás mellett, a kormány pedig felszólítjuk, hogy az Eliosz ügyben igenis tegyen feljelentést a kormány nevében, és az ügyészség pedig tegye a dolgát és vizsgálja ki azokat a bűncselekményeket, amiket egyébként már az OLAF, az Európai Unió Csalásányi Hivatala részletesen feltárt és világosan leírta az, hogy itt bűncselekmények hálózata alakult ki. Nagy tátatét, a következő Európai Uniós parlamenti választáson a magyar emberek újra elmondhatják a véleményüket arról, hogy akarnak-e az Európai Unió polgárai lenni, és ahogy ezt megtették bő egy évtizeddel ezelőtt, újra hitet tesznek az Európai Magyarország mellett.